Mindenek előtt szeretnék gratulálni a hazai csapatnak, mert példamutató fegyelmezettséggel játszottak, és nagyon-nagyon megnehezítették a dolgunkat a mai napon. Úgy, hogy tulajdonképpen azért az egyik legnagyobb vezérük, sőt talán ugye most már kettő is, ahogy néztem, nem állt rendelkezésre. Egy kicsit dekoncentrált volt a mai játékunk, és valahogy olyan hibák csúsztak ezáltal be, aminek mondjuk pont az ellenkezőjét beszéltük meg, a másra készültünk egész héten, és valahogy így nagyon nem sikerült döntő pillanatokban. Többször is előfordult ez, hogy nem sikerült jó döntéseket hozni. És én ennek is tudom be azt, mind a mellett nyilván, hogy a hazai csapat azért tényleg nagyon nehéz feladat elé állított ma többször is minket, de mi magunkat is többször nehéz feladat elé állítottuk. Mindenképpen nagyon-nagyon örülök a két pontnak, és ezt a célunkat sikerült elérnünk, talán ez a legpozitívabb ebben a mai napban. Egyetértek az előttem szóló Katival, és én is gratulálni szeretnék a Budaörs csapatának. Tényleg nagyon nehéz feladat elé állítottak minket, de azt hiszem, hogy bent az öltözőben is éreztük ezt mi már, hogy évvége van, sokat játszunk, de megvan a két pont, és szerintem semmi más nem számít, csak az, hogy ezt a két pontot behúztuk, hiszen a negyedik hely a év végén a célunk, és ahhoz ez szükséges volt. Üdvözlök mindenkit, először is gratulálok a Vásznak a győzelemhez. Megköszönjük szépen a dicséretet, én gyakorlatilag ugyanezt tudtam elmondani a csapatomnak az öltözőbe, hogy dicséret illeti őket, volt arcunk, karakterünk, ugye itt említették, hogy három meghatározó játékosunk ilyen-olyan okoknál fogva nem tud pályára lépni, de a többiek oda tették magukat, megpróbáltak mindent, és igyekeztek megvalósítani, amit beszéltünk a héten. Nyilván kis csapat vagyunk, sokat kell dolgozni minden téren. Lesz időnk, meg bízom benne, hogy jövőre is lehetőségünk, úgyhogy dolgozunk tovább. Vásznak pedig további sok sikert kívánok a bajnokságban. Köszönöm. Én is üdvözlök mindenkit. Először gratulálni szeretnék én is a Vász csapatának, hiszen egy nagyon jó mérkőzést tudtunk játszani. Én úgy gondolom, hogy mindenképp profitálni tudunk ebből a mérkőzésből. Nagyjából meg tudtuk valósítani azokat a kéréseket, amikkel a Dani elénk állt. Sajnos megint nagyon sok zicsert hagytunk ki, amin mindenképp javítanunk kell a következő meccseken, hogy pontot tudjunk szerezni. Most elsősorban ugye az érmérkőzésre gondolok, de szerintem mindenki megtette a magától telhetőt, úgyhogy megyünk tovább.